3 kémcső ismeretlen sorrendben a következő vegyületeket tartalmazza: nátriumklorid, nátriumhidroxid, káliumnitrát. Adjunk mindhárom kémcsőhöz fél kémcsőnyi desztillált vizet, és mérjük meg az oldatoknak a hőmérsékletét. Kicsit megrázogatjuk az oldatokat. Mérjük meg az első oldat hőmérsékletét. Az oldat hőmérséklete több mint 56 Celsius fok. Nézzük meg a második oldat hőmérsékletét is. Az oldat hőmérséklete 20 fok alatti, 18 fok körüli értéket mutat a hőmérő, tehát az oldatunk lehűlt. Végül nézzük meg a harmadik oldatnak is a hőmérsékletét. Gyakorlatilag az oldat hőmérséklete 25 Celsius fok, a terem hőmérsékletéhez, illetve a kiindulási értékhez képest nem változott. Azt tapasztaltuk, hogy az első kémcsőnek a hőmérséklete növekedett, feltételezhetően ebben a nátriumhidroxid volt eredetileg, ugyanis a nátriumhidroxid oldás hője -42 kJ/mol, azaz az oldódása exotérm folyamat. A második kémcső feltételezhetően káliumnitrátot tartalmazott, a káliumnitrát oldás hője +35 kJ/mol, azaz az oldódása endotérm folyamat. A harmadik kémcső a nátriumkloridot tartalmazta, a nátriumklorid oldás hője +4 kJ/mol, az oldódás gyengén endotérm, itt minimális hőmérsékletváltozás volt tapasztalható.